Én és az első automata sötétedésű pajzsom. Hát valamikor 14 évvel ezelőtt vásároltam, és megszolgálta az árát, mert tökéletesen működött egy hónappal ezelőttig. Akkor ugyanis elkezdett úgy viselkedni, mint amikor az ember horgonyzott acélt hegeszt, és begyullad a horgony, tehát ilyen marha fényesen világított a hegesztőjük. Először nem tudtam, minek tulajdonítsam, tényleg annak tulajdonítottam, hogy szennyezett volt az acél. Aztán, amikor már olyat is művelt, hogy a vívgyújtása után pár másodperce kivilágosodott és belevillogott a szemembe, akkor tudtam, hogy baj van. És mivel hát ugye napi használatban van a hegesztő, szükségem volt rá, gyorsan fogtam magamat, kerestem a neten egy normális horgalmazót, egy normális pajzsot, és akkor vásároltam ezt az iWeld pajzsot. Hát természetesen nagyságrendekkel jobb, mint a régi. Az ára is, nem a dizájn miatt, hogy olyan, mint a vasember sisakja, hanem mert, mint nem tudom mennyire látható, ugye a régin csak egy 41-42 mm magas ablak van, ezen meg egy 60 mm-es, cserébe azon csak egy nagyon picike napelem van. Ugye a neten ezeket a fajta pajzsokat úgy hirdetik, hogy kizárólag napelemes. Ez a pajzs, ez bevallottan kettős áramforrású, tehát nem tudom mennyire fog látszani. Ott van egy elemfedél, és ebben van egy CR2450-es elem. Tehát 24 mm átmérő és 5 mm vastag, tehát egy brutális elem. Míg, mint mondtam volt, ezeket a mai napig úgy hirdetik, hogy napelemes és kalapkabát. Nos, amikor megvettem és használva vettem az újat, akkor úgy gondoltam, most már büntetlenül szét lehet szerelni ezt, az öreget, és megnézem, hogy hát, ha gyógyítható. Még mindig nem tudom, de azt az első szétszedéskor, mert utána összeraktam, megalapítottam, hogy hát, bizony, ez is kettős áramforrású, és található benne kettő darab, nem egy, mint az újban, hanem kettő darab CR2430-as elem, viszont ezek kis forrasztófülesek, tehát nem úgy, hogy bepattintom és kalap meg a bot, hanem rá kell forrasztani a vezetékeket. Ugye azért ezt minden boltban nem lehet kapni, természetesen neten találtam, megrendeltem, megérkezett, és akkor most jött el az ideje annak, hogy szétszerelem, megpróbálom kicserélni. Ha szerencsém van, akkor feltámad a régi pajzsom, ha nem, akkor kidobtam az elemnek az árát. Ez fog látszani a filmben az elkövetkezendőkben. Tehát akkor, mint látható, immáron szemét vettem. És itt van ez a szép szerkezet, ugye szép napelemes pajzsban, ott van a két darab lítium-ion elem. Vagy nem biztos, hogy ion, de lítium. Illetve ott vannak a újak szépen becsomagolva, akkor mindjárt nekiesek, és szép finoman megpróbálom beforrasztani. Most, hogy az első elemet kiforrasztottam, most már nyilvánvalóvá vált, hogy a régi, tehát ez, és az új nem igazán egyforma, mert a réginek egymás mellett van a két forrasztó kis lemezkéje, ennél meg egymással szemben 180 fokkal egymástól. Tehát csak úgy fogom tudni beforrasztani, hogyha, mint látható, egy vezetéket forrasztok rá. Ez nem kimondottan az én profilom, ezért nincs is ilyen vékony vezeték, amit ezt kívánná. Nekem csak vastagabb van, de nekem ez a legvékonyabb, úgyhogy ezzel lesz összekötve. Ja, és hát arról nem is beszéltem, hogy hát akkor te meg kéne mérni, hogy ténylegesen a elem pusztult-e el. Tehát ott van a műszer mutat, 0,66 voltat. Még nézzük meg ugyanebben az állásban az új elemnél mit mutat. Hát itt bizony 3,29, majdnem 3,3 voltat.
Tehát esélyes, hogy tényleg ez miatt haldoklott ez a szegény pajzs. De most már végig csinálom, és ki fog derülni mindenképpen. Tehát akkor immáron a helyükre kerültek az elemek, illetve annyi dolog módosult, hogy hát az előbb említett vezeték az túl vastagnak bizonyult, egyszerűen nem tudtam odahajtani, ahova kellett, ezért lecseréltem sokkal puhábbra, nevezetesen ócska fülhallgatónak a vezetékéből készítettem oda ezt a két kis fehér vezetéket. Most már csak össze kell rakni, beszerelni helyére, és akkor majd kiderül, hogy potyára dolgoztam, vagy volt értelme. Hát, kedves barátaim, öröm és boldogság. A pajzsom föltámadt. Ismét olyan, mint újkorában. Mondjuk, most, hogy újra használatba vettem, illetve nem használatba vettem, csak kipróbáltam, tökéletesen működik, és most érzékelhető a hatalmas különbség a kettő között. Hát azért nem kell mondani, hogy az új az tökéletes. Nagyon örülök neki most, hogy a régire is azt mondtam, hogy tökéletes, csak addig nem volt viszonyítási alapom. És azért itt említenem meg, hogy ugye én végigjártam a fellelhető weboldalakat, ahol pajzsot lehet vásárolni a neten, és hát volt amelyiken amerikai sas volt, volt amelyiken koponya volt, volt amelyiken motoros lányok voltak, de hát ezt én mind magasról, mert szemem mindenkinek csak az a kettő van. És azért én javaslom, hogy mindenki vásároljon olyat, hogyha ilyenbe töri az agyát, amelyben azért benne van a minősítés. Ugye ebben a régiben is, nem tudom, hogy lehet-e majd látni, de ott van a céljelzés, meg valóban még ISO-szám is van benn. Hát újra meg eleve a dokumentációjában is benne volt. Hát meg a Ivel cég az szépen a nevére vette. Mert ugye kétség nem fér hozzá, hogy ez is Kínába készült, Hozier. Na de mondom, hogy egy neves cég azért fölmeri vállalni, hogy ráírja az oldalára a saját nevét, akkor valószínűleg, hogy megadja a paramétereket is a gyártónak, hogy minek kell, hogy megfeleljen. És ugye ez is minősítve van, tehát a dokumentációjában benn van. Tehát ne dőljünk be ezeknek az 5990 forintos pajzsoknak, én azt mondom, de hát aztán mindenki azt csinál, amit akar. Itt van a példa rá, ez egy üzletben 14 év előtt vásárolt pajzs volt, eddig húzta, most már teljesen érthető, hogy hát 14 év alatt az a két kis gombelem kilehelte a lelkét. De egyébként semmi probléma nem volt velem. Ez pedig remélhetőleg még többet ki fog húzni, mert ezen szerelés, forrasztás nélkül cserélhető az akkumulátor, illetve elem. Köszönöm a figyelmet, ennyit szerettem volna mondani.